Szijjártó Péter tegnapi moszkvai tárgyalásait követően a paksi bővítésről szóló megállapodások lényeges módosítását jelentette be. A módosítások pontos tartalmát a külügyminiszter nem osztotta meg a nyilvánossággal, ami önmagában is elfogadhatatlan egy ilyen fajsúlyú ügyben. Az elmúlt napokban adott interjúk és sajtóértesülések alapján azonban az új konstrukció kiterjedhet a fővállalkozói státusz átadására a PAX 2 projekt cég számára a rosszatom részéről. Az egész hír épp olyan botrányos, mint az egész Paksi bővítési projekt az elejétől fogva. Egyrészt a PAX 2 projekt jelen formájában nyilvánvalóan megbukott, amit most az ezt eddig hevesen tagadó kormány is nyíltan beismer a szerződés felülvizsgálatával. 2. Egy ilyen súlyú ügyben nem merülhet ki a tájékoztatás abban, hogy megállapodtak a szerződés módosításában, anélkül, hogy egy szót említene arról, hogy a módosítás pontosan a szerződések és megállapodások mely elemeit és pontosan hogyan érintik. 3. Annál is inkább, mert a hitel megállapodás a 2014-es orosz-magyar nukleáris együttműködési megállapodáshoz kapcsolódik, így annak a módosítása a parlament jóváhagyását is igényli. Ennek a felhatalmazás nélküli módosítása jogsértő. 4. Ha a módosítás kiterjed a fővállalkozói státusz magyar fél általi átvételére, az egészen katasztrofális hatásokat eredményezhet. Az összomló projekt valamennyi pénzügyi és jogi kockázatát ezzel leveszi a magyar kormány a Rosszaton vállára és a magyar adófizetőkre terheli. Ötödrészt. Ebből fakadóan a fixáras szerződés helyett az oroszok beszállítóként semmilyen felelősséget nem viselnek a projekt egészének költségnevekedéséért, így a beruházás tényleges költsége a továbbiakban az eredeti 12,5 milliárd euró, mintegy 4700 milliárd forint helyett beláthatatlan magasságokba szökhet. Hatodsorban az uniós jóváhagyás módosításával a kormány megpróbálhatja a beruházás egyre növekvő vesztességeit. Paks 1, a költségvetés és az állami tulajdonú MVM terhére papíron eltüntetni, ettől azonban a veszteségek megmaradnak, és a magyar adófizetőket és energiafogyasztókat fogják terhelni. A Paksi rémálom most egészen hajmeresztő katasztrófába fordul éppen át. Az ország érdekében azonnal abba kell hagyni a kormány eleve hibás döntéseket, még súlyosabb borzalmakkal orvosolni próbáló politikáját az energetikában. Az elhibázott paksi bűvítés már eddig is rettenetes mennyiségű pénzbe került az országnak, de a kormány most teszi éppen kontrollálhatatlanná a várható veszteségeket. Ennek a pénzügyi piramis játéknak azonnal véget kell vetni. A paksi szerződést fel kell mondani, a paksi bővítési projektet le kell állítani. A párbeszéd zöldek tíz éve következetesen képviseli a helyes irányt. Paks 2 azonnali felmondása és egy megújulókon és energiahatékonyságon alapuló energiarendszer kialakítása. Ez az, ami Magyarország energiabiztonságát az elkövetkezendő évtizedekben szavatolhatja, a magyar kormány pedig minden lépésével egyre nagyobb katasztrófába taszítja az országot, és egyre inkább veszélyezteti az ország energiabiztonságát és energiaellátását.